Hírstúdiónk vendége Gulyás Zsolt érseki tanácsos, akivel a húsvét üzenetéről beszélgetünk. Mai vendégünk Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos, a Győrf István Katolikus Általános Iskola lelkivezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Beköszöntött a tavasz. Újul a természet, és az egyház életében is egy nagyon fontos ünnepkör veszi kezdetét. Mi ez? Beszéljünk róla egy kicsit részletesen. Ezzel elkezdődik a nagyheti szertartás és a húsvétra való készületünk. A keresztényeknek ez a legnagyobb ünnepe. A karácsonyra mondhatjuk, hogy a legbensőségesebb ünnep, ami egyben családünnep is. Mégis nekünk keresztényeknek a legnagyobb ünnep a húsvét, hiszen Jézus Krisztus szenvedését, halálát, föltámadását ünnepeljük meg, és egész keresztény mi voltunknak ez a központi kérdése és témája is az ünneplésünknek, is ez a legfőbb oka. Hogyan történik most az ünneplés? Nyilván itt most arra gondolok, hogy már a tavalyi évben sem úgy sikerült, ahogy az elmúlt évtizedek alatt, és idén is egy kicsit rendhagyó lesz ez. Igen, bár bennem van még egy kis halván remény, hogy hát ha a húsvétra, ugyanúgy, mint karácsonykor volt egy feloldás, és van esetleg egy remény, hogy hát ha a húsvétra esetleg újra együtt lehetünk a hívekkel. A mi egyházmegyénkben is az érsek úr úgy rendelkezett, hogy a nép részvétele nélkül lehet szentmisét bemutatni. Ha ez nem változik, akkor ez azt jelenti, hogy minisztráns sekrest is részvételével mutathatom be a húsvéti szentmisét. Hát nyilván ez mindenki számára úgy megpróbáló dolog, üres templomban misézni, de hát most ezt kell elfogadnunk, ez a mi úgymond áldozatunk, vagy nehézségünk, de ugyan tavaly is reménykedtünk, bízunk benne, hogy majd csak hamarosan véget ér ez az időszak is. Újra visszatérhetünk a templomba. Zsolt atya, köszönöm az interjút. Én is köszönöm a meghívást. És nagyon boldog, áldott húsvét ünnepeket kívánok.